kérem, ne bögdössön. Fölösleges, látja itt van? Bögdösöm. Bögdösöm, ameddig akarom. Eddig azt hittem, hogy New Yorkban az utasok támadják meg a taxisofőrt, és nem fordítva. Mondja, miért rakott el? Nem tudom. Olyan furcsán volt előtöze, mint egy színész. Meg mint egy pap. Hallottátok a híreket? Miféle híreket? Elrabolták a pápát. Igen, redeskedik. És már azt is tudják, hogy ki a tettes. Ja. A kommunista párt. Hozd ki egy almát és várd meg, hogy mi fog történni. Mit történnek? Hát ezt ne tőlem kérdezd. Papa, ki ül a spájzon? Ó, pápa. Apa, ki kell mondod a pápát? Most csak a kezed. Kér valaki neves? Nem enne valamit? Nagyon szívesen. Ez kóser. Szeretem a kóser ételeket. Rómában gyakran ebédelek egy jó barátomnál. Rőben lőbb rakni. És még kóser is. Kellett neked egy kóser pápát elrabolnod. Csak nem azt a dajka meccsőt akarod leadni. Hogy a hülye férjednek támadt egy hülye ötletet, hogy el kéne rabolni azt a pápát. Ez a színtiszta igazság. Maga hisz Istenben? Igen, általában hiszem. Ez nem ilyen egyszerű, Donna Sara. Nekünk profitnak sokkal nehezebb ösztönösen hinnünk. Hogy vagy? Hogy vagy? Remek színben van. Az emberrablás csodát művelt velem. Hogy az emberiség kibírja kiskondulóra látogatókat. Én még hiszek a csodán. Szentséget nem is lehet más. Szentséget nem mondjam. Szakmai által. Tagadásnak semmi értele. Tudjuk, hogy van a bent van. Nem az Egyesült Államoké. Nagyon jól nézik barátálunk. Épp az előbb segített az asszonynak krumplit kutolni. Gangsterek! Magának kötelessége lett volna értesíteni a hatóságot, riasztani a rendőrséget. Most mindből mi egyebet csinálnak? Különben a rendőrség hogy talált volna ezeket? Igen. Hát akkor még oszlányabb, mit gondoltam? Júdás! Tudod mi? Repedj meg. Sábeszkodj ilyen. Képzeld, Habemus papam! Papánk van!